Két alkotó közös kiállítása nyílt meg március 1-én pénteken a székesfehérvári Pelikán galériában. Bárány Terézia képzőművész és Vári Kovács Ágnes festő-grafikus korképek című tárlatát Csétót János művészeti író nyitotta meg. Mindkét képzőművész a szépség és a szeretet útján jár, munkáikat ez inspirálja. Bárány Terézia vallja, hogy az alkotás immár az élete részévé vált, véleménye szerint a művészet azzal a művésszel kezdődik, aki képes jelentős hatóerejű alkotásokat létrehozni, valamint képes a korára jellemző életérzéseket megfogalmazni. A paleolitikumbeli szobrok voltak az inspirációja ezeknek a munkáknak, tehát azok a nagyon kicsi szobrok, amik az időszámítás előtt 20 ezer évvel vagy 38 ezer évvel készültek, és ugye szoborként ismertük meg őket. A paleolitikumbeli nőalakok jelennek meg itt a képeken, illetve a különböző táblákon, és ezek mind idolok voltak ugye abban az időben, tehát fétisként jelentek meg. Vári Kovács Ágnes festő-grafikus szenvedélye a minta és grafikai tervezés, az illusztrációk és festmények tervezése, szívesen használ merész színösszeállításokat és kísérletezik vegyes technikákkal. Munkái elsősorban akvarellel, akrillal, pasztellel, tussal és tűfilccel készülnek. Változó a témájuk, általában az ember és a természet kapcsolatát dolgozom fel, vagy egy utazás élménye, ami kijön a munkámban. Néha egy szín érint meg, és akkor azt a szín dolgozom fel a munkáimban, úgyhogy szerintem csak körül kell nézni, és nagyon sok szépség van körülöttünk. A Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Művészek Társasága szervezésében megvalósuló kiállítás minden érdeklődő számára ingyenesen látogatható 2-től péntekig 10 és 18 óra között egészen március 28-áig.